Akaszton vagyunk, a délalföldi régióban, és az Ervotel Kft. Egy funkcionális üdítőitalokat gyártó cég. Ezt fontos kiemelni, hiszen az üdítőitalok sokfélék, és ezen belül mi egy speciális területen vagyunk jelen. Ez a funkcionális italok, ami sportitalokat, illetve olyan vitamintartalmú italokat jelent, ami további egyéb hozzáadott értékekkel bírnak. Alapvetően cukormentes termékeket gyártunk már a kezdetektől. Ez a kezdetek egyébként 2008. Onnantól van az Ervoter Kft. Is, és az Ervoter Kft.-nek ez a profilja. Ezt megelőzte egy üdítőital gyártó egyéni vállalkozás, ami 93-ban még szülői segítséggel és támogatással kezdte meg a tevékenységét, utána párommal 2008-ban váltottunk profilt ebbe az irányba. Alapvetően két csoportra tudjuk őket osztani nyilván, tehát a humánnak van egy olyan része, aki a termelésben vesz részt, és van egy olyan része, aki a irodai munkát, a háttérmunkát végzi. Kor és nembeni megosztás teljesen átlagos, tehát mindenki képviselteti magát, aminek nagyon-nagyon tudunk örülni egyébként, hogy a fiatalok egyre nagyobb számban. Nagy valószínűséggel nálunk jó a légkör, és ennek híre ment, úgyhogy vannak jelentkezőink fiatalok részéről. Jönnek vagy jönnének hozzánk, nyilván mindenkinek nem tudunk munkát adni, és nem is lehet, hiszen a tapasztalt kollégákra éppen annyira szükség van, mint a fiatalokra, akik ugye sokkal nagyobb munkabírásúak, viszont nincs még mögöttük az a jellegű élettapasztalat, ami a pontos, precíz munkavégzéshez mindig is kell. Gyakorlatilag a kereskedelem szabja meg a munkarendet jobban, illetve a feladatok szabják meg a munkarendet jobban. Az elvégzendő feladatok nem mindig kiegyensúlyozottan a napi 8 órában jelentkeznek, illetve nem úgy jelentkeznek, hogy 8 és délután 4 óra között. Nyilván ehhez alkalmazkodunk mindannyian. Tehát úgy, ahogy mi vállalkozók is ezt csináljuk, úgy a munkavállalóink is. Kötetlen egyébként. Tehát mi mindig az elvégzett feladatot kérjük úgymond számon, és nem feltétlen azt, hogy valaki adott időszakban itt legyen az irodában, vagy éppen lent vegyen részt a termelésben. Nyilván a termelést is az értékesítési számok határozzák meg, adminisztratív munkát végzők pedig nyilván a feladat által osztják be saját maguknak az időt. Nagyon rugalmasan tudjuk kezelni a dolgozó igényeket. Kis cég vagyunk, ezt le kell szögezni, és ezek a kis cégek általában nem rendelkeznek területeket pótló munkaerőkkel, viszont nyilván úgy próbáljuk felépíteni a humán állományt, hogy azért a pozíciók egymás között átjárhatóak, illetve átruházhatóak is legyenek, illetve helyettesíthetőség ez megvalósuljon. A rugalmasságunk nyilván ebből adódóan lehetséges, hogy amikor egy munkavállalónak dolga van, akkor ezeket mi leszoktuk tudni kezelni. Tehát ezek még soha nem jelentettek nálunk problémát, hogy most el kell menni, és azért mondjuk nem kell nálunk egy napszabadságot kivenni, hogyha valaki, nem tudom, egy délutánjába két óra hosszát máshol akar tölteni, vagy nem a munkába akar tölteni. Tehát ezeket mi általában mindig meg szoktuk oldani. Igyekeztünk ezt a kezdetektől így építeni. Én is családos ember vagyok, mi is nevelünk 3 gyereket, tehát akinek gyereke van a cégen belül, nyilván tudjuk, hogy ez mivel jár. Tehát ezt mi próbáljuk mindig minden esetben segíteni, ezt mindig így kezeltük, én azt gondolom. Mindenkire egyformán igaz, itt nincs ilyen, hogy valakit engedünk rugalmasan beosztani a munkaidejét és a kereteit, vagy bizonyos területeket nem. Értelemszerűen a gyártás, amiben egyszerre több ember munkája van benne, és egymásra vannak utalva és hangolva is. Mondjuk 4 ember vesz részt a termékelőállításba, szerencsére jól automatizáltak a folyamataink, de ha abból 2 hiányzik, az bizony megakasztja a gyártást. Tehát ilyen értelemben nem tudunk rugalmasak lenni, de olyan értelemben igen, hogyha 2 hiányzik és a gyártás ütemterbe az belefér, akkor épp arra a napra szabadságot kap a másik 2 is, tehát így értendő a rugalmasság. Egész biztos, hogy jár, de én szerintem nagyobb a nyereség ezen, mint a veszteség. Nyilván a munkavállalóink ugyanígy kezelik, tehát hogyha nekünk van arra szükségünk, hogy ők picit jobban oda tegyék magukat, akkor értelemszerűen ez nem kérdés. Szerintem azért tudott ez ilyen jól kialakulni, mert ezt mi így kezeljük, és nyilván ezt is kapjuk vissza.
Nem jellemző ránk. Volt időszak, amikor a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején ez jellemző volt, de ma már ez szinte egyáltalán nem. Szeretnek dolgozni nálunk az emberek, és valószínűleg ez a rugalmas hozzáállásunk, ez részben oka ennek. Én azt gondolom, hogy igen, de nyilván nem tudok belelátni más cégeknek a folyamataiba. Tehát a mi folyamataink sajátságosak. Egy viszonylag speciális terméket gyártunk, nem dömpingszerűen, szépen elosztható az évben. Az, amivel mi egyetlen foglalkozunk, az lehetővé teszi ezt a rugalmasságot. Azért egész biztos, hogy vannak olyan területek, azt akármennyire is szeretné a tulajdonos vagy a vezetőség kialakítani, bizony nem lehet. Egyébként a válság most minket is rádöbbentett egy csomó olyan dologra, hogy például a személyes megjelenés a tárgyalásokon az nem feltétlenül szükséges, így a munkavállalóink is otthonról, én azt gondolom, hogy nagyon jó hatásfokkal dolgoztak. Régen nyilván is idegenkedtünk a home office-tól, volt olyan munkavállalónk, aki dolgozott otthonról, de eleinte azért bennünk is ez kétséges volt, hogy pláne, hogyha új személyről volt szó, akit még nem ismertünk annyira, hogy milyen lesz a hatékonyság, és tényleg el fogja végezni azokat a feladatokat, amiket el kell végezni, hiszen mindenki mögött nem állhatunk ott, hogy minden mozzanatát ellenőrizzük, az plusz egy embert kötne le, és mint mondottam az elején is, nálunk nincsenek plusz emberek. Azokon a területeken viszont, ahol ez működött, ott én azt gondolom, hogy ezt tovább fogjuk működtetni, és ki is fogjuk terjeszteni. Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ebbe az irányba nyisson, hiszen én is észrevettem, hogy a tárgyalásaimnak, ahová eddig utaztam, azoknak a 70-80%-a elvégezhető a web kamera segítségével és a web segítségével. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.